Szárdusztok, fiúk és lányok, Enduro Muki vagyok, és a mai epizódban bemutatok nektek egy négy ütemű betátem, amelyben valami elkezdett csörömpölni a tulaj elmondása szerint. Én is párszor a pedált átnyomtam, éreztem valami ilyen fémes súrlódás érzés, hangba is hallatszik, némi furcsaság, nem indítottam úgy, hogy nem mártam úgy nagyobb kárt okozzak, mivel a tulaj, mint mondtam, a tulaj elmondása szerint elég erőteljes hang volt, így megpróbáljuk kideríteni, hogy mi lehet. És a betáró pár szó nagyon jó haladnak előre, tehát kérdezték kommentben, még privátban is írtak, hogy milyen motorok, hogy ajánlom-e. Hát én mindegyiket csak ajánlani tudom, az igazság az már. Hát rossz motor, nem nagyon vannak rossz motorok a mai piacon, hogy maradjanak fenn, nagyon rossz motorokat nem tudnak gyártani. Én azt szoktam mondani általában, hogy az árig tükrezi a minőségét, úgyhogy azt szerint kell menni. Amúgy Beta is rengeteget fejlesztett, már rengeteg régi neves márkán túllépett maga Hard Enduro-ba. Még van mit fejlődni a nagyokhoz képest, a KTM-hez, Husqvarnához képest, de ha így haladnak, akkor lesz konkurencia. Úgyhogy ez nekünk is jó, mert ha nekünk fogyasztóknak minél nagyobb a konkurencia, remélhetőleg annál olcsóbb lesz és megfizethetőbb, jobb minőségű. Úgyhogy várjuk a következőkben a fejleményeket. Na, akkor álljunk neki és próbáljuk megállapítani, hogy mi lehet a probléma. Én elsősorban az olajjal kezdem, leengedem, megnézem, valamit találok-e benne, ilyenból sok mindent ki lehet az olajból szűrni. A maga bronz darabkák, ilyen, hogy hajtókar vagy alumínium reszelék, ilyesmi, az olajat azért is fontos cserélni a motorokba, hogy rengeteg megfigyeled, amit leengedsz, hogy milyen az állaga, mik vannak benne, abból rengeteget kiszűrhetsz. Ugye a négy üteműnél, mind a két üteműnél. A két üteműnél a kuplungokat lehet nagyon, nagyon kiszűrni, maga az olajból sok olyan van, hogy már alumínium jön ki belőle, addig mentek az olaja, vagy elkopott a feradon, ők állítnak alá, szókolják ki, úgyhogy a négy üteműnél ott viszont maga a motorról is lehet sokat, mert a hajtókar, például a hajtókar csapágy, mikor kimegy, ilyen bronz darabkák válnak le belőle, ásulója, a hézagoló alátéteket a hajtókar mellett, az is ilyen bronzos, rázás anyagból van, az is nagyon könnyen kivehető belőle. Az alumínium törött darabkák, azok is az olajban általában benne maradnak, úgyhogy az olajról rengeteg mindent meg lehet mondani. Leeresztem az olajat, utána folyamatosan haladok tovább szelepdekni, vezérlés, lassan-lassan haladok, amíg megkapom a problémát. Remélem követni fogtok és évezni fogjátok, úgyhogy essünk neki.
Szóval, srácok, lállán őriztem vezérlést, vezérműláncot, szelepeket, idefenn problémát nem találtam, lecsaptam a szekrényolajat, ott se találtam nagy dolgokat, úgyhogy jobban szemügyre vettem szűrőt, ilyesmit, és ez sok jót nem sugal, amit maga a szűrőjében találtam. Elég nagy fémreszelékeket, nem tudom, lássátok-e. Újjam begyén, ebbe is rengeteg fémreszelék maga a szűrőn is, úgyhogy ez jó, ez maga a motor részéből jön, mert ez a külön a szekrény, külön a motor, úgyhogy ez rengeteg jót nem sugal, és ahogy nézem, rengeteg benne az ilyen bronz darabka, ez általában hajtókarra, az ilyen bronz darabka hajtókarra utal le, úgyhogy nagy valószínűséggel a hajtókar kopogása hallatszott. A másik fele pedig a motron is érződik, mikor kézzel átnyomódik, olyan elég fémes hangja van, mintha fémen érződik az az érces, fémes hang, ahogy nyomódik le a pedál, vagy hajtatódik, a kezem is teli van, látszik ilyen részszínű reszelékkel, mintha az olajba reszeltem volna. Ezt mondom, hogy azért fontos az olajat is ellenőrizni elég gyakran, mikor engeded le, új adatot beteszed alá, meg ilyesmi, mert tudom, a kezem egy kamera mennyire adja vissza, de mintha le lenne csillámporozva. Úgyhogy ez 99%, hogy hajtókaros lesz, ami elég nagy baj, viszont megoldható. Nem a mai epizódban, egy következő epizódban, ezért figyeltek oda, örökké az olajcsere legyen, meg ha bármilyen gyanús hangot hallotok, motort le kell állítani, nem kell menni vele, ennek is a gazdája leállította, úgyhogy mondom, szelephézagokot mértem, van olyan is, hogy annyira ki vannak hegyezve ezek a négy ütemű motorok, hogy a hajtókar kopog, van minimális játéka, lehet a főtengelycsapágynak is, és nem muszáj vezérművel átszökjön, már ugye a szelepeket jó nyugodtan elérhet is. Még a szelepeket is összetöri, esetleg a hengerfáját, az már ezeknél a típusú motroknál már, úgy mondják, ha a hengerfáját meghalt, gazdasági, total kár. Na, megint egyet okosodtunk, egy következő részben megmutatom, mikor szétszedem, csinálok esetleg még egy hajtókaros videót, mikor hogy csinálom a hajtókart, meg ilyenek. Remélem élveztétek, nem iratkoztatok fel, iratkozzatok, és találkozunk egy következő videóban. Szervusztok!